Successfully completed your first amp suit lesson. You're ready to move on and give the next private a turn at the control. Még magukon a navi embereket a bőrükön is vannak ragyogó pontok, melyek mindegyik esetében egyediek, és amelyek segítik őket abban, hogy éjszaka felismerjék egymást. Amint ma körülnézel a kiállításon, láthatod, hogy a foszforeszkáló fény a fangolán mindenki a varázslatos éjszakai fények lélekszem elállító színekkel festi zaltáját, és létfontosságúak az ökoszisztéma egészségéhez és egyensúlyt. Éjszakánként a Pandóra növények és állatok milliónak gyémánt szennyezésétől ragyog, a foszforeszkálás bámulatos látványát mutatva. Szó szerint élőfényről van szó. A foszforeszkálás egy vegyi jelenség, amely lehetővé teszi a növények és állatok számára, hogy bizonyos részeikkel világítsanak a sötétben. Néhány állat és rovar a Földön is rendelkezik ezzel a képességgel, mint a medúza és a Szent János bogár. Ugyanakkor a Pandórán majdnem minden élőlény, növény vagy állat, fénycsák. A fénylő színek rendszerint kék, zöld vagy lila megvilágítják az éjszakát és gyönyörű látványt alkotnak. A foszforeszkálásnak gyakorlati célja is van. Pandóra közel van számos testvérboltjához, a Polypemus égitesthez és két naphoz is, melyet maguk is létrehozzák, vagy visszaverik a fényt. Ez azt jelenti, hogy az éjszaka Pandórán szürkületnek hat, homályos, de nem sötét. A tudósok úgy gondolják, hogy a teljes sötétség hiánya visszatartotta a növényeket és az állatokat attól, hogy kifejlesztik speciális látási képességeiket, mint az éjjellátás, az infrakezelés vagy az evolokáció, amelyek az éjszakai tájékozódás segítik. Ehelyett más módját alakították ki annak, hogy megtalálják és azonosítsák egymást. A foszforeszkálás. Az élőlények azáltal foszforeszkálnak, hogy testük speciális enzimjeit egyesítik gázokkal, melyeket a levegőből vannak. Az általuk létrehozott vegyi fényt használják, hogy azonosítsák magukat, társukat, vagy áldozatokat vonzanak oda, vagy megtévesszék a ragadozókat. A foszforeszkáló fényforrás a fényerejétől és az időtartamától függetlenül sohasem melegszik fel. Bár a Pandórán minden élőlény foszforeszkál az éjszakai fény túlnyomó részét, az anemonoidok bocsátják ki. Ezek gerinctelen lények, vagyis nincs hátgerincük vagy gerincoszlopuk. Kicsi mérgező csápjaik vannak, mint a földi medúzáknak. A pandórai esőerdő talaján és vízfelületein találhatóak, világos kékezző címükkel beragyogják az erdőket és a tavakat. Növények és állatok millióinak gyémántszerű izgásától ragyog, a foszforeszkálás bámulatos látványát mutatva. Szó szerint élőfényről van szó. A foszforeszkálás egy vegyi jelenség, amely lehetővé teszi a növények és állatok számára, hogy bizonyos részeikkel világítsanak a
sötétben. Néhány állat és rovar a Földön is rendelkezik ezzel a képességgel, mint a medúza és a Szent János bogár. Ugyanakkor a Pandórán majdnem minden élőlény, növény vagy állat fényt bocsájt ki. A fénylő színek rendszerint kék, zöld vagy lila megvilágítják az éjszakát és gyönyörű látványt alkotnak. A foszforeszkálásnak gyakorlati célja is van. Pandóra közel van számos testvér holdjához, a Korinthoszi fényű testhez és hétnaphoz is. Újra kell próbálni. És ez kiadja a képet? Igen. Te megint próbáld odaigazítani az arcodat. De érincs meg a folytatáshoz. Ja, igen. Számolás folyamatban. Még egyszer meg kell próbálni, nem tudom mi a bele. Hogy nem tudom, mi a baja. Az is képet ad? Nem működik. Na, ott működik. Ott működik. Nézek ki, nem ad képet? Te így érjük. Látjuk, csak fényképezni tudod magad le. Érjünk meg a folytatáshoz. Á, ott vagyok! Megosztás. Köszönjük viszontlátást! Most hogy csináljam? Hát nekem sikerült. A kártya nélkül. Nem használtam a kártyámat. Aha, kártya nélkül használtam.
tartják meg. Jó. Nagyon jó. Mit vagy, hogy ki szét kell tárni a karjaidat, és akkor szerencsét hoz. Nekem sikerült harmadjára. Ki kell adni, hogy mi vagy. Milyen karakter. Számolja. Ott van. Neked is megvan. Ezt le kell fotóznom. Megvan. Igen. Erre most vannak. Féló. Mi van a vatár? Szilvia vatár? Ez is ugyanaz? Igen. Ugyanazt a képet kell kiadja. Szerintem. Hogyan néz ki az avatárod? A kártya nélkül is működik. Nem
Az igen. Na most jó. Fél volt, fejem. Te milyen lettél? Jó lett. Én már le van fotózva, már megmutattam. Janókám, te milyen lettél? Milyen vagyok, figyelj. Janó is jó lett.